Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben című sakmagazin 2015. novemberi adásában. Én Gunyát műsorvezető vagyok. Évek óta állandó beszélgető társam, műsorvezető társam Varga Péter nagymester, aki sajnos most nem tud itt lenni mi velünk. Ő, mint a Magyar Sakszövetség Ifjúsági Bizottságának elnöke, jelenleg Görögországban tartózkodik, ahol a korcsoportos világbajnokságra vezeti a, a legjobb magyar sakkozókat. Ettől függetlenül igyekszek magam is levezetni a műsort, elmondani, hogy a megyénkben, illetőleg hazánkban milyen fontosabb sakbeli események történtek. Műsorunkban rendszeresen tudósítunk a csapatbajnokságokról, a nemzeti csapatbajnokságokról, így az NB2-ről, ahol megyénket két egyesület képviseli, az egyik a Nyíregyházi Sakkiskola, a másik pedig a Tiszavasvári Sportegyesület. Az NB2-ben két fordulót játszottunk le októberben, október 4-én és 18-án került sor a második és harmadik fordulóra. Örömmel jelenthetem, hogy mindkét megyei csapatunk nagyszerű sikert ért el. A második fordulóban a Tiszavasvári ese 6-6-os döntetlent játszotta az erős hajdúböszörményi sakkozókkal. Ez azért rendkívüli ö, eredmény, mivel a hajdúböszörmény csapata az idén esett ki a magasabb osztályú bajnokságból, és velük megmérkőzni és döntetlent elérni mindenképpen papírformán felüli eredménynek számít. A Nyíregyházi Sakkiskola a kisé gyengébb Sajó Szent Péter csapatával mérkőzött meg, és 8 és arányban nagy arányú vereséget mértünk a Sajó Szentpéteri sakkozókra. Október 18-án a az NB2 harmadik fordulójára került sor, ahol a Tiszavasvári nagyszerű eredményt ért el, a mezőny egyik leggyengébb csapatával, a Nádudvarral szemben 7,5-4,5 feles arányú győzelmet aratott, a Nyíregyházi Sakkiskola pedig a szintén erős csapatnak számító Hajdúszoboszlóval mérkőzött meg. A Hajdúszoboszló tartalékosabb volt, mint a nyiregyházi Sakkiskola, így illett volna nyernie a nyiregyházi Sakkiskolának. Végül mégiscsak 6-6 lett az eredmény. Bevallom részben nekem köszönhetően, hiszen a döntetlen állásomat képes voltam elveszteni, addig erőltettem a győzelmet. Ezzel az utolsó partival alakult ki a 6-6-os végeredmény. Három forduló után talán még korai volna azt mondani, hogy kik a legjobb pontszerzők a csapatban, mégis most ezt megteszem, hiszen olyan pontszerzők nevezhetők néven, akik a korábbi években is a csapat motorjai voltak. A Tiszavasvári csapatában egyetlen olyan játékos van, aki ez idáig mindhárom játszmáját megnyerte. Lengyel Lászlóról van szó, akiről már többször beszéltünk az adásunkban. Laci egyébként a közelmúltban három egyéni versenyt is megnyert, ami egy külön adásnak lehet a témája. Most időhiányában erről nem tudunk beszámolni, majd csupán a későbbiekben. Laci az egyetlen minden esetre a Szabolcs megyei csapatokban, aki mind a három partiját megnyerte. A Tiszavasvári csapatában nagyszerűen játszott ez idáig a kisvárdai Molnár János is, aki három partiból csupán egy döntetlen adott le, és nagyszerűen játszott még három partiból kettő pontot elérve Pápista János, az ifjú Wagner Gergő, a szintén ifjúsági Rádai Zoltán Máté és ö, Békési János is. A nyíregyházi sakkiskolában nincsen százszázalékos játékos, ami részben annak is betudható, hogy ez idáig a legerősebb csapatokkal mérkőztünk. Ö, három partiból két és fél ponttal a legjobb pontszerzők között van, két igen erős híres Fidemester, Hajbók Robert és Rácz Zoltán, tisztes megyei bajnokunk, utánuk, ha jól emlékszem, én következek három partiból kettő ponttal. A fordulókról igyekeztem egy-egy szép partit beválogatni, lehetőleg azon sakkozóktól, akik a legjobb pontszerzők közé tartoznak. Ezzel szeretnénk illusztrálni, hogy megyénk élvonalbeli sakkcsapatai, játékosai hogyan játszanak. A Nyíregyházi Sakkiskola egyik legeredményesebb játékosa, orosz Robert Fidemester, aki a második fordulóban, az alábbi győzelmet aratta, a világos figurákkal bevéve a sötét erődítményt. Az NB2 második fordulójában Orosz Robert a világos figurákat vezette és mérkőzött meg a Sajó Szentpéteri csapat egyik kitűnő ifjú játékosával, Heidrich Mátéval. A partiban Robi D4-et nyitott, amire Máté Huszár f folytatta. Ebből még nagyon-nagyon sok minden ö, megnyitási rendszer kijöhet. A Robi a centrális mezők birtokba vételét elősegítendő c 4 folytatta. Itt ö, sötét számára nagyon sok lehetőség van. A d 4 a marsalcsel nem telje, a marsalcselbe való átmenetel nem teljesen egészséges, de teljesen szokványos még az E6 is, a G6 is a B6 is, és még szóba jöhet egy ilyen mellékváltozatként Huszár C6 is. Máté a C5-tel egy főváltozatba terelte a játékot, C7, C5 sötét részéről, és a Robi túltolta a gyalogot, D4, D5. Ebből az állásból nagyon sokszor egy királyindiai védelemszerű állás szokott kijönni lépéscserével. cserével, többféle változata kijöhet a királyindiai védelemnek. Máté azonban valószínűleg figyelembe vett, hogy Orosz Robi egy rendkívül erős pozíciós játékos, ezért taktikai térre igyekezett terelni a küzdelmet, B5-tel gyalogot áldozott. Ezt a megnyitást ki kell, hogy emeljem, egy magyar sakkozót találta ki, Benkő Pálnak hívják az illetőt. Benkő nagymester 1928-ban született, és 40-es éveiben világbajnok jelölt is lett, a világbajnok jelöltek versenyén még maga, magát, Bobby Fisert is le tudta egyszer győzni. Benkő nagymesterről tudni kell, hogy egy rendkívüli szellemi képességű sakkozó volt, aki testileg és pszichésen is rendkívül élénk és energikus volt. 1957-ben a második diszidálási kísérlete sikerre vezetett és elhagyta Magyarországot. Ezek után egy ideig hontalanként játszott, majd az Amerikai Egyesült Államokban telepedett le. Benkő nagymester éppen hontalanként volt nyilvántartva, mikor világbajnok jelölt volt a sakkéletben nagyon sok ö, sakkozóval, élvonalbeli sakkozóval foglalkozott. Ö, annak ellenére, hogy később megszerezte az amerikai állampolgárságot, mindig magyarnak érezte és vallotta magát. Ö, nem egyszer volt a magyar, az amerikai Egyesült Államok, válogatottjának a szövetségi kapitánya minden sakkolimpia előtt kikötötte, hogy ő a magyar csapat ellen nem hajlandó játszani, illetőleg nem is segítette az amerikaiakat, ezt az amerikaiak mindig is tudomásul vették. Benkő nagymesternek a B5-ös gyalogáldozata egy élénk játékra vezet, Arról van szó, hogy sötét gyalogot áldoz a B5-tel, majd utána A6-tal, és kiüríti az A és B vonalakat, a sötét mezejű futóját G7-re helyezi, rövidre sáncol, majd aztán a nehéz tisztekkel felvonul az A és a B vonalon, és óriási pozíciós nyomás alá helyezi a világos vezérszárnyat. Amennyiben az áldozott gyalogot sikerülne visszanyerni, abban az esetben sötét érezhetően jobb álláshoz jutna. Benkő nagymester, aki kitalálta is, kidolgozta és népszerűsítette ezt a megnyitást, Ebben az általa feltalált rendszerben tudomásom szerint sohasem vesztett partit. A szocialista idők régi báját mutatja, hogy a szocialista blogban a Benkőcselt, Volga nevezték el, noha, ahogy Benkő nagymester szellemesen rámutatott, a Volga folyó sohasem játszotta és nem találta ki ezt a megnyitást, de ne, egyszerűen nem lehetett tőni, hogy egy diszidens által kitalált és kidolgozott megnyitási rendszer a Benkő Csel a versenygyakorlatnak komoly részévé vált, ez mint egy... Szégyen lehetett volna a szocialista rendszerre. Robi minden esetre elfogadta a cselgyalogot, beütött B5-re. Ezek után következik A6. Robi beütött A6-ra, noha vannak más megnyitási változatok is, E3, Huszár, C3 és sok más egyéb. Ez az egyik fő változata, A59-es kódú megnyitása a Benkőcselben. Természetesen világos, a, a, a sötét a futóval ütötte le a világos gyalogot, futó C8 A6. A gyalogáldozatnak köszönhetően a sötét fejlődési előnyhez jutott, mint látható már két könnyű tisztje kifejlődött, a világosnak óvatosan kell játszania, hogy el ne maradjon végzetesen a fejlődésben, és mellette még meg kell oldani a D5 gyalog védelmének a problémáját is. Robi Huszá C3-mal azonnal megvédte a gyalogot, amire következett D6. Rögzíteni kellett a D5 gyalogot, ami a később a sötét támadások egyik célpontjává válhat. E4 következett, ezzel a lépéssel Világos megvédte a D5 gyalogot, tisztázta úgymond a helyzetet a centrumban, kapott azonban ért egy pozíciós hátrányt, futó üt F1, amire Világos kénytelen királya lütni a futót, és király tefegy. és ezzel világos elvesztette a sáncolásnak a lehetőségét, és egy párat lépnie kell, azaz tempókat kell vesztenie, amíg a királyát biztonságba helyezheti. Természetesen nem lehet azt mondani, hogy sötét jobbálláshoz jutott a gyalogért, az állás úgymond dinamikus egyensúlyban van, ez egy a megnyitásban egy ilyen főváltozat, ahol később majd az ötlet a játék erő dönti el, hogy ki is fog győzelmet aratni. Sötét huszár BD7-tel folytatta a tisztfejlődést, amire következett G3, ez még a megnyitás egyik ö, kidolgozott lépése, világos ugyanis a királyát G2-n kívánja biztonságba helyezni. Sötét G7-G6-ot húzott, hiszen, mint korábban említettem, a sötét mezejű futóját szárnyra, G7 pontra kell fejleszteni, Robi király G2-vel válaszolt a ö, sötét pedig a futót helyezte G7-re. A következő megválaszolandó kérdés világos részéről, hogy hová kell fejlesztenie a G1-en álló huszárját, E2-re, vagy F3-ra, Robi F3-ra helyezte azt, ami azért is nagyon értelmes lépés, bár mind a kettőben van például a mestergyakorlatban, mert ellenőrzés alá vonja az E5 pontot is, és alkalmas, mintha úgy szükséges, az F3-ról a huszár, D2-n például könnyebben tud eljutni a C4 mezőre sötét sánc volt, amire világos H3-at húzott. Ez azért nagyon fontos lépés, mert ha sötét most az F6 huszárjával hozzájuthatna G4-hez, akkor utána tartósan meg tudná szállni az e pontot a huszárokkal, tehát ha elmulasztotta volna a h3-at, Robi, akkor huszár g4, majd utána huszár e következhetne, és huszár csere utána d7 huszár jelenne meg az e ponton, amit onnan már csak f 4 az az a világos állásnak a ö, kinyitásával lehetne előzni. Ez a h3 ezért nagyon fontos és lényeges lépés. Ezek után ö, sötét folytatta az a beli felvonulást, bástya h5, amire Robi Bástya HE1-el stabilizálta a centrumot. Miután a Bástya ö, alátámasztja az e gyalogot, amelyik őrzi a D5 pontot ö, uraló ö, D5 gyalogot, ezek után már kevesebb védelmi feladat háról a C3 huszára, és a könnyű tisztek összjátékával lehet kivédeni Sötétnek a vezérszárnyi aktivitását. Egyébként ö, Sötét vezér A8-at húzott, amivel egyrészt ugye nyomja az A2 gyalogot, másrészt igyekszik felrobbantani a világos gyalogcentrumot, amire például E6-tal sor kerülhetne. Robi vezér E2-t húzott, amire Huszár D7, B6-ot válaszolt sötét. Természetesen ugye szeretné megtolni alkalmasint a, a C4 pontra a figuráját, ezért Robi futó D2-t húzott, hogy különféle felfedésekkel el tudja űzni az a 5 on álló bástyát, illetőleg tehermentesíteni tudja majd az A2 pontot is. Sötét szépen vonult fel a huszárt F6-ról visszavonta D7-re, ezzel kinyitotta a G7-en álló erős futónak a, az átlóját. Ez már több kettőnél egyre inkább kezd felvonulni sötét a vezérszárnyon. A centrumban ellencsapás nehezen intézhető, hiszen E5, gyalogüt E5, huszárüt után a vezért nem szabad leadni vezérüt E5, futóüt ezért az általános sakkelvek alapján, ha szárny támadást kapunk, a centrumban kell ellentámadást keresnünk, és ha az sem lehetséges, akkor a Másik szárnyon kell támadást indítani. Ezért Robi H4-jel kérdőre vonta, gyalog H3-H4, kérdőre vonta sötéted. Az a helyzet, hogy mikor ellenkező oldali támadást indítanak a sakkozók egymás állása ellen, figyelembe kell venni, hogy mivel is fenyeget. Sötét fenyegetése az, hogy visszanyere a gyalogot és előre jut a vezérszányon, világos pedig a sötét királyállást igyekszik megtámadni H4-H5-tel, tehát felszúrni igyekszik azt az állást. Hát általánosságban mondva azt lehet mondani, hogy egy dolog gyalogot nyerni a vezérszágyon, másik dolog mattámadást vezetni a királyszágyon, itt azonban nagyon hosszú távú számítást kell végezni, világosnak is és sötétnek is. Az állás jelentőségét aláhúzza az is, hogy hogy a sötét tisztek meglehetősen eltávolodnak a parti folyamán a, a sötét király állásától, és ez is megkönnyítheti világosnak az ellenjátékát, persze mindig számítani kell valamilyen ravasz visszacsapó védekezésre. Nézzük, hogyan folytatódott a parti. Máté Huszár a 4 igyekszik kiemelni az állás egyik összefércelőjét jelentő C3 Huszárt. Amennyiben most ö, Robi leadná a C3-on álló huszát, ebben az esetben ö, egy ö, A2 pontot védő figura távolodna el, tehát huszár után egy, bástya után egy, és ütésben volna a B2 gyalog is, valamint az A2 gyalog is, ezért nem szabad leadni a C3 huszát, hanem azt Robi visszavonta huszár C3 D1-el. A lépés jelentőség az, hogy a B2 pont megfelelően őrizve van, és ugyanakkor támadva van az A5-ön álló bástya is, amit sötétnek vissza kellett vonnia A7-re, és ezek után ö, világos bástya B1-et húzott ha mennyiben három figurával meg tudja őrizni, tehát alkalmasként a futóval, valamint jelen pillanatban még a bástyával és a D egyenálló huszárral a B2 pontot, nagyon nehéz előre jutni a sötétnek a vezérszányi kezdeményezés során, és világos, könnyebben rá tud támadni a sötét királyállásra. Ezért bástya FB8-at húzott világos, további nyomás alá helyezve a B2 pontot, amire következett, B2, B3. Az adott állásban el kell űzni, a, a, el kell zavarni a, az A4 ö, lovat, sötét, azonban rendkívül szellemes választ adott: bástya A7, B7. Gyakori hibája a sakkozóknak, hogy egy megtámadott figurát azonnal elvisznek a helyéről. Itt azonban egy ellentámadásról van szó, be van tiltva a b 3 üt A4, amennyiben ugyanis világos leütné az A4-en álló lovat, ebben az esetben sötét leütné a felszabaduló, felnyíló B vonalon a B1 bástyát, és nem csak anyagi előnyhöz jut, hanem óriási pozíció előnyhöz is. Ö, ezért Robi inkább a királyszárnyon kezdett tovább támadni, H5. sötétnek kell valamit tennie a támadás ellen, ezért úgy dönt, hogy nem inkább a direkt támadást igyekszik elhárítani, hanem a vezérszányon igyekszik felnyitni az állást, c 4 újabb gyalogot áldozott, tovább nyomva a B3 pontot, világos azonban egyszerűen a vezérrel ütötte azt, le, de azt megelőzően még elzavarta a kedvező pillanatot kihasználva a G7-en álló futót. Nem, itt is arról van szó, hogy nem azonnal kell leütni az áldozott gyalogot, hanem előtte még olyan lépést kell megtenni, amelyre később nem biztos, hogy lehetőség van. h 6 tehát, válaszút elé állította a világos sötétet, hogy a futót f 8 ra vagy pedig H8-ra vonja vissza. f 8 ra visszavonni nem teljesen célszerű, hiszen ott a futó be volna zárva, és az E7, D6 gyalogok lezárnák azt, csupán centrum robbantás után jutna szóhoz, ezért logikus és természetes, hogy a futót sötét H7-re vonta vissza, hisz, H8-ra, bocsánat, hiszen a futó G7-H8 lépés után az a futó még egy éles késként őrzi az A1-H8 átlót. Kérem, tekintsék meg, a futó valamennyi ö, sötét mezőt ellenőrzi, azt ö, nem nagyon tudja uralma alá vonni, világos. Ezek után Robi leüthette a vezér alatt C4-gyalogot, amire tempóval hozta vissza a huszárt A4-ről B6-ra. Ezek után ütésben van az A2 gyalog is, ezért ö, sötét, illetve világos sötét lépésére a vezért C2-re kellett, hogy tegye, csak is ez a lépés őrzi meg az A2 gyalogot, tehát vezér C4, C2. Ezek után Máté a, világos, a sötét bástyával a világos vezért megtámadta, bástya BC8, erre következett ö, futó C3. Ez egy rendkívül veszélyes lépés, hiszen ezzel a lépéssel ö, világos kötésbe került a C3 ponton. Mégpedig ö, látszólagos kötésbe, nem valóságos kötésbe, hiszen a valóságos kötésnek azt nevezzük, amikor a lekötött figura maga a király, az azonnal nem lehet szabályos lépéssel ellépe feloldani a kötést. Ö, futó C3-ra igyekszik sötét nyomni a C3 pontot, Bástya B7, C7, ez a lépés tapasztalt sakkozóknál annyira természetes, hogy különösebb gondolkodás nélkül ö, meglépi az ember, és itt ö, világosnak két számításba jövő folytatáson kellett elgondolkodnia, számításba jött Bástya B, C1, illetve Bástya E1, E3. Ö, mind a kettő mellett komoly érvek szólnak, én azt hiszem, hogy számomra inkább a bástya C3, illetve C1 volna talán szimpatikus, de nem lehet igazából azt mondani, hogy egyik jobb volna, mint a másik. Robi a partiban a bástya E3 lépés mellett döntött, bástya E1 E3, amire a kötést, sakkozó nyelven mondva a köpést, azonnal feloldotta, illetve tovább bonyolította a sötét mégpedig Bástya, bishop, futó Futóüt, E3. Futóüt, E3-ra, Bástyaüt, E3, C3, Bástyaüt, C3, és Huszár, C3 következett. Ezek után tovább fokozta a kötést, sötét, Bástya, A8, A5. Nem lehet ellépni a huszárral és a vezérrel sem egyszerűen, mivel az A2 gyalog is ö, rozoga, és a rozoga a C3 huszár is, kénytelen ö, Robi, Bástya, B, C1-et húzni. Vezér B4 következett ezek után, és következett a patent, ami tulajdonképpen szinte mindent kivédett, vezér D3. Talán más lépési számításba jöhetett, Robinak azonban érthető vágy, hogy aktívabb helyre helyezze a, 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 a ö, vezérét, ugyanis fenyeget most vezér D4, és vezér D4 után fenyeget a G7-en a mat, vagy pedig vezércsere, a vezércsere után pedig ö, világosnak minden gondja megoldódna a két gyalog előnyét könnyűszerrel ö, érvényesíteni. A vezércserét, vagy a mat fenyegetést elkerülendő ö, világos ö, fenyegetésére sötét, kénytelen volt F7-F6-ot húzni, ennek a lépésnek azonban óriási pozíciós hátránya van, kiukadtak a C6 és az E6 világos pontok sötét állásában. Ezért a pontok kihasználására értelemszerűen következett Huszár D4, ami fenyeget egyúttal a huszár C6-tal, a vezért megtámadni feloldva a kötést, illetőleg a huszár E6-tal is. Huszár d 4 következett huszár E5, támadja a világos vezért, amit D2-re volt indokolt visszavonni, huszár D6, vagyis vezér D2 a huszár E5-re, és ezek után következett F5. Itt tulajdonképpen már nagyon-nagyon nehéz tanácsot adni, hiszen, hiszen, nagyon sok minden fenyegetett. Sötét itt már teljesen vesztett állásban van, egyszerűen túljátszották, itt azért már nagyon-nagyon sok minden fenyegetett, efőttel igyekezett a zavarosban halászni. A tapasztalt sakkozók azt szokták mondani, hogy butaság a stratégiailag vesztett állásban hosszan tartóan védekezni, akkor a parti ugye olaszosan mondva hosszú lesz, mint a makaróni, viszont a védekező mindenképpen benne ég az égő házban, ilyenkor bonyolítani kell, és a, a rosszul álló sakkozó amennyiben bonyolít, akkor a nyerést álló sakkozó még elképzelhető, hogy elgalopírozza magát, és elnéz valamit, hiszen ő már a partiban csak neki van izgóni valója, a vesztett állásban lévőnek nem. F5-öt azonban szellemesen döntötte meg ö, oroszrobi, F4-gyel elzavarta a huszárt, és ezek után már a további támadás, illetve gyalogvesztés elkerülhetetlen, tehát itt már lehet a gyaloggal e ütni, majd gyalogütefőt, huszárütefőt, fel lehet vonulni a kinyíló D vonalon, a vezér D2 E3 után Máté itt minden esete látta, hogy elvesztette a partit, és itt sportszerűen kezet nyújtott. Nagyon elszaladt az idő a parti bemutatásával, tisztelt nézőink, ezért a következő adásban tudjuk bemutatni a Tiszavasvári ese egyik játékosának egy gyönyörű partiját a következő adásban. Most adásunk végéhez érvén szeretném megkérni önöket, hogy tekintsék meg a képernyőn látható hadállást, feladványunk következik ugyanis. A táblán látható állásban világos lép, és kettő lépésben nyert állás, ha tesz szert. Egy nagymesterpartiban járunk egyébként, nem mondom meg, hogy kik játszották. Ha jól emlékszem, a szicíliai védelemben talán kilencedik lépés után járunk, ahol a szovjet bajnokságban két neves nagymester küzdelmében világos szellemes lépésére, majd annak kivédésére egy olyan ripost következett, amely után sötét kezet nyújtott, tehát világos lépés néhány lépésben nyer. Kérem kedves nézőinket, hogy megfejtéseiket küldjék be a lólépésben kukac gmail.com elektronikus e-mail címre. A helyes megfejtők között egy sakkönyvet sorsolunk ki, amit postai úton juttatunk el a szerencsés nyerteshez. Én azt hiszem, mindenki nyer, aki az állás tanulmányozza és a megfejtést, a győzelemnek, a nyerő kombináció megtalálásának az örömét. Köszönöm meg megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!